Köszöntöm nézőinket, Önök a Gyöngyösi Városi Televízió nemzetiségi magazinjának novemberi adását látják. Mai műsorunkban riportot láthatnak az idén is megrendezett Dankó Pista emlékversenyről. Megtudhatják, hogy milyen segítséget kaphatnak azok a nők, akik el akarnak helyezkedni a nyílt munkaerőpiacon, ám jelenleg még közmunkások. Valamint beszámolunk arról, hogy rendőrös lesz a Durandában. Tartsanak velünk! 7. alkalommal rendezték meg a Dankó Pista emlékversenyt. Az esemény nem csak a cigány primásnak állít emléket, hanem arra is hivatott, hogy életben tartsa a magyar nótát. A fellépők a szokásoknak megfelelően megmutathatták magukat könnyű zenei műfajban is. Ilyen nagyszerű hangulatban telt az immár 7. alkalommal megrendezésre kerülő Dankó Pista emlékverseny, amit a Gyöngyösi Együtt Szebb Jövőért Roma Magyar Egyesület szervezett. Az eseményen nem csak kitűnő nótaszerző dalait, hanem Bangó Margit és Szécsi Pál szerzeményeiből válogathattak az indulók. A Pálcai János Katolikus Zeneiskola dísztermében tartott versenyre nem csak gyöngyösi, hanem vécsi, halmaugrai, illetve kápolnai versenyzők is részt vettek. 2004-ben Lakatos Adolf az Egyesület egyik tagjának javaslatára született meg, hogy Dankó Pista nevéről egy emlékversenyt szervezzünk meg. Létfontosságúnak tartotta, hiszen Dankó Pista Magyarország egyik zenei történelmi alakja, és ezt mi létfontosságúnak tartottuk, hogy ez megtörténjen. És hát olyannyira sikeres volt, hogy közel már hat éve folyamatosan minden évben megszervezzük a Dankó Pista emlékversenyt. Mit jelent az Egyesület számára mostanra ez az emlékverseny? Hát ez nagyon fontos, hiszen mi úgy gondoljuk a Roma Magyar Egyesület, hogy akár nem roma, akár roma származású zeneművészeink szerzeményeiről emlékezünk meg. Ezek mind történelmi alakja. Lényegében az ország hírnevét öregbítik ezek a személyek, akikről ez idáig megemlékeztünk. Ez évben is megemlékezünk Szécsi Pál szerzeményeiről és Bangó Margit szerzeményeiről emlékezünk meg, és nem a Bangó Margitról, mert tévedés ne essék, maga a szerzeményeiről, hiszen a két személy fontos történelmi alakja, az egyik királynő, a másik herceg az országban. A versenyen három kategóriában indulhattak a jelentkezők, gyermek ének vers hangszer, felnőtt ének, illetve táncsoport kategóriában. Elsőként a csöpségek kerültek sorra, ahol igazi kis csiszolatlan gyémántokra lehetett találni. Virág, itt vagyunk a 7. Dankó Pista emlékversenyen. Ez hanyadik emlékversenyen? Hát ez a harmadik.
És én a száj-száj felmagasra énekeltem, és... Hogy sikerült? Hát szerintem jól. És mióta énekelsz? Hát én már egy éve, vagy két éve. És mik a további céljaid az énekléssel kapcsolatban? Hát, hogy híres legyek az éneklésben. A versenyen rendetek kisgyermek indult el, mely a rendezők is magának, Gyöngyös városának is sokat jelentett, hiszen ezzel is tovább ösztökélhetik a csöpségeket, hogy egyre többet foglalkozzanak zenetanulással. Nagyon érdekes egyébként, és én is csodálkozom rajta, hogy ennyire nagy hévvel indultak neki, és nagyon aranyosak, mert ugye mindkét előadó olyan személy, akiket ők már nem ismernek, illetve nem a mostani divat, zene, mi még ismerjük, és mégis úgy állnak hozzá, hogy nagyon fontos nekik, hogy a versenyen helyezést érjenek el, hogy részt vegyenek rajta, úgyhogy ez nagyon jó ötlet volt egyébként a Gyöngyösi Egyesülettől ez a verseny. A gyerekek előadásait a felnőtt kategória követte, ahol már előkerült a Bangó Margit féle nagy áriák, illetve az igazi mulatós dalok is. Kategória győztesének, Báder Rózának nem volt könnyű dolga, hiszen Bangó Margit dalait aligha nevezhetjük könnyen énekelhetőnek, mindezt azonban kismamaként viszont egyenesen megpróbáltatás. A második volt, tavaly ugye az első helyzetet hoztam el felnőtt kategóriába. Hát elég jó éreztem magam tavaly is, most is, és ennyi. Idén milyen számokkal készültél? Bangó Margittól a halkzene szól az éjszakába, és a második nótát is énekli ő, csak én ilyen lassúbb változatba adtam volna elő. És személy szerint hogy érzed, hogy sikerült? Hát lehetett volna jobb is. Hát, kicsit elcsúsztam hangilag, de ahhoz képest üretű volt. És mit gondolsz magáról az emlékversenyről? Mit jelent ez az emberek számára? Hát szerintem elég jó ötlet az, hogy összetartsák a úgymond ezt a megemlékezést, mert azért Dankó Pista az egy elég híres ember volt, meg hát aki megalapította az Együttorom a Magyar Egyesületet is. Én nagyon jó ötletnek tartom, meg azért az emberek csak összejönnek, összegyűlnek, ugye hétköznapi életben ugye mindenki dolgozik, jön, megcsinálja a dolgát, nincs idő arra, hogy összejöjjenek. Ez azért, ez egy már szerintem a hagyománnyá vált. És ugye Bangó Margit számokat választottál. Miért pont ezeket választottad? Szécsi Pál az egy olyan személyiség volt, aki ugye férfi hang, nekem valahogy nem fekszenek a férfi hangok, de Bangó Margit, ő egy nagyon olyan
személyiség, akire föl lehet nézni. Őről azért tudok ilyen nagyobb véleményt alkotni, mert Széchy Pált ugye nem nagyon ismert. Hangó Margit, ő egy olyan személyiség, akire tényleg fel lehet nézni, és igenis lemondhatom azt, hogy egy példaképpé lehet nyilvánítani őt. A felnőttek után következtek a táncosok, illetve a hangszeren játszó kis tehetségek. A verseny végeztével minden részvevő értékes ajándéktárgyat vehetett át, melyet az Egyesület felajánlásokból kapott. A szervezők elárulták, hogy jövőre is tervezik a Dankó Pista emlékverseny megrendezését, amire előre is várják a lelkes jelentkezőket. A hátrányos helyzetben lévő nők munkaerőpiaci elhelyezkedéséről tartottak felvilágosító előadást a Védőháló a Családokért program keretében. A szakmai találkozón elhangzott, hogy támogatást kaphatnak azok, akik a közmunkaprogramból helyezkednének el a munkaerőpiacon, valamint az is, hogy civil kezdeményezések segítenék a kisgyermekes nők munkavállalását. A Védőháló a Családokért program ezévi harmadik projektelemét tartották meg a polgármesteri hivatalban, amely most kifejezetten a közmunkaprogramban dolgozó nők munkaerőpiacon való elhelyezkedéséhez nyújtott tanácsot. A programot szervező Együtt Szebb Jövőért Roma Magyar Egyesület elnöke szerint ma már aki akar, az el tud helyezkedni Gyöngyös környékén. Magyarországon hál' Istennek elértük, hogy az észak-keleti régió Gyöngyös és vonzás körzetében a munkanélküliek száma minimalizálódott. Ez annak köszönhető, hogy olyan beruházások történtek meg Gyöngyös és vonzás körzetében, amely a teljes munkanélküliséget majdnem hogy felszippantotta. Azt is nyugodtan elmondhatjuk most már, hogy az nem dolgozik, aki nem akar. Hál' Istennek vannak munkahelyek. Azt sem mondhatjuk, hogy rossz átlagfizetés rendszerrel jelennek meg a munkaadók. Az állam részéről is megbizonyosodott az, hogy támogatási formákat biztosítottak a vállalkozások részére. Ilyen például a GINOP pályázat, ahol lényegében 100%-os támogatást nyújtanak a munkanélküliek foglalkoztatására. Ez a mai nap arról szól, hogy a meglévő közmunkásoknak a figyelmét fölhívjuk, hogy a munka lehetőség adott, és ebben az irányvonalban próbáljuk a közmunkásokat elirányítani. Az Egyesület már a program kezdetekor megállapodást kötött helyi cégekkel, hogy igény szerint közmunkásokat biztosít számukra. Már a kezdetén, amikor elkezdtük a közmunkát, akkor mi
az akkori meglévő munkaerő piaccal, gazdasági cégekkel egyfajta együttműködési megállapodást kötöttünk, hogy aki alkalmas a feladatok elvégzésére, és igény volna gazdasági cégek részéről, azt a rendelkezésükre bocsátjuk. Ez a mai napig így van, és elmondható, büszkén mondhatom el, közel 1000-es létszámban helyeztünk el munkavállalót Gyöngyösvárosában és területein. A hátrányos helyzetben lévő férfiak jó része el tud helyezkedni Gyöngyös környékén, azonban a sok gyerekes nők jóval nehezebben találnak munkát. Főként ebben igyekszik segítséget nyújtani a program, mondta el a projekt vezetője. A férfiak már azok könnyebben tudnak munkába lépni, de ahogyan a hivatalvezető asszony is mutatta, most már a munkaerőpiacon megjelennek a nők, de ami nagyon nagy probléma, ugye főként a hátrányos helyzetű csoportoknál, hogy sok gyerekük van. Tehát 3-4 gyerek mellett 3 műszakba, akár 2 műszakba elmenni óriási nagy gond. Mi legyen a gyerekkel, hová tegyem a gyereket. Már most ebbe a 3 faluba, ahol a projektünk megvalósul, már itt látjuk, hogy 1-2 fiatal asszony elment ugye gyárba dolgozni. De hát a gyerekek sajnos az utcán vannak. Ugye ha 3 műszakba, ha elmegy 6-kor, délután jön haza, a gyereket kiindítja el, délutános, a gyerek kint van az utcán. Tehát ezek óriási nagy problémák, beteg a gyerek, munkaerő közvetítők, nem érdekli őket ám, munkaerő, munkaerő, beteg a gyerek, akkor nem kell holnap jönnöd. Tehát ezek mind-mind dilemmák, hogy családbarát-e a munkahely, vagy egyáltalán mit csináljon az a nő, aki ma gyereket nevel. Tehát ezeket látjuk problémáknak. És hogy ebben mit tudunk, hogyan tudjuk őket felkészíteni, amit szintén nagyon látunk, és hogy akik már a közmunkában maradnak, azok tényleg a képzetlen munkaerő, akiknek maximum a 8 általános van, tehát nem tudnak mondjuk egy rugalmas munkaidőbe, egy távmunkába nem tudnak bekapcsolódni. A gyermekfelügyelet ellátása okozza az egyik legnagyobb nehézséget, erre is próbál megoldást találni a program. Próbáljuk azt irányba venni, hogy a család hogy tud összefogni, vagy az iskola hogy tud abba segíteni az anyukának, hogy mondjuk délutános, akkor tovább maradjon a gyerek ugye az iskolába, vagy megoldani azt a lehetőséget, hogy a gyerekfelügyeletet megoldani. Azon dolgozunk most, hogy hát, és ugye állami szinten van már erre kezdeményezés, ugye a tanodák, de erre nincs finanszírozás, vagy a családnapközi önkormányzatoknak nincs erre pénzük. Tehát a civil szervezeteket próbáljuk ugye ebben most mozgósítani. A programnak is egyik eleme, hogy egy civil szervezetet hozzunk létre, ami talán ebbe segíthet. Még úgy is, hogy mondjuk ugye azok a fiatal nők, szomszéd, és akkor egy picike kis közösségeket, picike kis helyteket, hogy akkor a gyerekekkel foglalkozni, de mindenképpen a településeken, akár Gyöngyösön, akár Vécs, akár Halmajugra olyan civil kezdeményezéseket indítunk most el, hogy azok a gyerekek, vagy azok a szülők, akik mondjuk délutánosak, hogy egy picit a gyerekfelügyelettel tudjunk nekik segíteni, vagy átmenetileg ugye a leckét megérni, természetesen magának, a családnak a felelősségét is hangsúlyozni, vagy a férjeknek, tehát azok a családi szerepeknek az újragondolása, ami a mai korban szükséges. A férjnek apa szerep, a nőnek az anya szerep, tehát ezekkel próbálkozunk most, hogy ebbe tudunk előbbre lépést, ilyen támpontokat szeretnénk nekik adni. A Gyöngyösi Járási Hivatal elhelyezkedési támogatással segíti a közmunkaprogram résztvevőit abban, hogy a munkaerőhiányban szenvedő ágazatokban helyezkedhessenek el jóval nagyobb fizetésért. Magának az előadásnak pont az volt a témája, hogy áttekintsük az érintettekkel a munkaerőpiacon történő elhelyezkedési nehézségeket. Mind a hátrányos társadalmi csoportoknak az egyéni jellemzőink keresztül, mind azokon a programokon keresztül, amelyeket a Együtt Szebb Jövőért Egyesület valósít meg a városban, illetve Gyöngyös járásában
vizsgáltuk, hogy lehet az elsődleges munkaerőpiacra minél több munkavállalót kivezetni. Az egyik legújabb program, ami november 1-től kerül bevezetésre, az a elhelyezkedési támogatása a közfoglalkoztatottaknak. Fontos cél, hogy minél kevesebben kényszerüljenek arra, hogy közfoglalkoztatási programon keresztül helyezkedjenek el, illetve tartsák el családjukat. A munkaerőigény Gyöngyösön egyre nagyobb azokra a betanított munkát végezni akaró és végezni tudó emberekre, akik jelenleg a közfoglalkoztatási programokban vannak. Ez a megemelt elhelyezkedési támogatás azt jelenti, hogy a közfoglalkoztatott, hogyha felvételt nyer, a közfoglalkoztatás időtartamból hátra eső időszakra vonatkozóan pénzbeli támogatást kap, amellett, hogy a munkahelyén munkabérért, becsülettel és tisztességgel tud dolgozni. Biztató, hogy egyre inkább csökken a térségben azok száma, akik közmunkásként dolgoznak, vagy munkanélküliek. Közülük egyre többen kerülnek ki a nyílt munkaerőpiacra. Havi rendszerességgel mérik a statisztikai adatokat és összesítik a Heves megyei kormányhivatalban. A gyöngyösi járási hivatalra vonatkozó adatok folyamatosan rendelkezésemre állnak. Ezek az adatok hónapról hónapra azt mutatják, hogy a hátrányos helyzetű csoportba tartozó munkanélküli ellátottak száma egyre kevesebb. Tehát volt az előadáson szó éves összehasonlító adatokról, havi összehasonlító adatokról. Mindegyik számadat azt mutatja, hogy csökken a munkanélküliek száma. Mind azoknak, akik úgymond nincsenek egyik hátrányos munkaerőpiaci csoportba se beintegrálva, mind azoknak, akik akár lakóhelyük, akár családi hátterük, akár iskolai végzettségük okán hátrányos munkaerőpiaci helyzetben vannak. A találkozón elhangzott, hogy többek között a vízmű is várná a munkavállalókat. A cégnél tradíció, hogy a családok és a hozzátartozók előnyt élveznek a felvételnél, mondta a vállalat gyöngyösi vezetője. A vízmű is egy potenciális munkahely lehet azoknak is akár, akik a közmunkából a munkavilágába tartanak, hiszen nálunk is van rengeteg olyan munkaerő, amely, illetve a munkaerőpiacon is képződik, akár a közfoglalkoztatottaknál sok olyan munkaerő, akiket mi is szívesen látnánk. A második talán ilyen fontos dolog, amit itt kiemelnék, az a munka és a családnak a kapcsolata. A vízmű mindig is egy ilyen hagyományos, tradicionális válti kultúra volt, hogy úgy mondjam, amelyben a családok és a hozzátartozók mindig előnyt élveztek akár a felvételnél. Több generáció is dolgozik a vízműnél mai napig. Gyöngyös térségében a jelentős munkaerőhiány miatt egyre nagyobb az igény akár a szakképzetlen munkavállalókra is. Így a munkáltatók és a családok is nyerhetnek azzal, ha a közfoglalkoztatottak kilépnek a munkaerőpiacra. Megvalósul Kévés Tamás elképzelése, létrejöhet a durándai rendőrőrs. Ezt sajtótájékoztató keretén belül jelentette be az alpolgármester, hozzátéve, hogy a közbiztonsági javulását várja a körzeti megbízotti iroda létrehozásától. Lett eredménye annak, hogy Kévés Tamás alpolgármester levélben fordult Pintér Sándor belügyminiszterhez, amelyben egy durándai rendőrőrs felállításához kér segítséget. A régóta várt elképzelés zöld utat kapott, hamarosan létrejöhet a körzeti megbízotti iroda. Egy örömteli hírről szeretnénk a sajtónak beszámolni. Egy hosszas előkészítő és egy hosszas munka után, és azt gondolom, hogy a képviselői munkásságunknak a csúcsaként sikerült egy körzeti megbízotti irodát létesíteni, majd sikerülni fog egy körzeti megbízotti irodát létesíteni itt a Durándába. Ugye el kell választani, mert ezt megkaptuk engedélyként a biztosított róla a belügyminiszter. Előzményként azt szeretném elmondani, hogy egy levélváltás volt azért, mert én írtam a belügyminiszter úrnak egy levelet, hogy foglalkozzanak ezzel a körzettel kiemelten. Azóta ugye fokozott járőrözés van, illetve megkaptam válaszba abba, hogy állományt tudnak biztosítani egy körzeti megbízotti iroda létrehozására, illetve személyi állományt tudnak biztosítani rá két fő nyomozóval kiegészítve.
A rendőrös a jövő évtől működik majd, az önkormányzatnak pedig még jóvá kell hagynia az ezzel járó költségeket, tette hozzá Kévés Tamás. Jövő évnek a projektje lesz, hiszen egy költségvetés elfogadása előtt állunk, viszont nagyon fontos, hogy nekünk ebben lesznek azért kötelezettségeink, hiszen helyszínt kell biztosítanunk neki, ennek az irodának, és én nagyon remélem, hogy a költségvetés elfogadásakor minden képviselő nem csak szavakban, hanem igenis tettekbe mellé fog állni ennek a városrésznek, és ez nem csak ennek a városrésznek, hanem egész Gyöngyös közbiztonságának javítása érdekében, hogy itt létrehozzunk egy, ha már a lehetőség megnyílt rá, egy rendőrőrsöt. Az önkormányzat egyelőre keresi a lehetőséget, hogy hol tudják kialakítani a rendőrőrsöt. Mindenképpen önkormányzati ingatlanon, de keressük a helyszínt, a legmegfelelőbb helyszínt, gondolkozunk konténer, tehát csak telekbe, hogy oda konténert tudunk letelepíteni, vagy komplett háznak a vásárlásába, vagy meglévő önkormányzati háznak a kialakításába. Az alpolgármester azt várja a rendőrőrstől, hogy nem csak a közbiztonság, hanem a lakosok biztonságérzete is javul majd. Én azt gondolom, hogy a szubjektív közbiztonság érzetét a helyi lakosságnak, illetve a környékbeli lakosságnak, és nem csak a Dunandában, hanem a környékbeli lakosságnak is javítani fogja mindenképpen, illetve a gyors reagálás az nagyon fontos, azt gondolom, hiszen már a rendőrségről 3-5 perc idejönni, de mégis amikor 1 perc vagy fél perc múlva tudnak idejönni, az nagyon sokat fog segíteni. A Durandában mindennaposak az illegális hulladéklerakások, de gyakran kell kivonulnia a rendőrségnek bűncselekményekhez is. A rendőrös felállításával várhatóan jóval biztonságosabbá válik a városrész. Önök a Gyöngyösi Városi Televízió nemzetiségi magazinját látták. Ha szeretnék tudni, hogy mi történik a velünk élő nemzetiségekkel, akkor tartsanak velünk legközelebb is. Viszontlátásra!